Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet a konfirmáció alkalmából. Kérem, hogy fennállva szólítsuk meg a mi Urunkat a 25. Zsoltár első versének éneklésével. Szívemet hozzád emelem. Dicséretét, énekelve a 165. dicséret első és második versét. Itt van Isten köztünk. Szemem a hegyekre vetem, honnan jő az én segítségem. A mi segítségünk legyen ma is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, az ő igéjét olvasom az apostolok cselekedetéről írott könyv 10. részéből. A 23. verstől a 34. versig tartó ige szakaszt. Kérem a testvéreket, hogy Isten igéjét leülve nagy figyelemmel hallgassátok végig. Másnap aztán Péter velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, lábához borult és imádni akarta. Péter azonban felemelte és így szólt hozzá: állj fel!
én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Kornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Kornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tívár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Isten áldja meg igéjének útját életünkben, Batár Krisztina testvérünk vezetésével fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megint hálaadással állhatunk meg előtted. Köszönjük, hogy ez a templom újból élővé vált, várva azt, hogy a te lelked vezessen mindannyiunkat. Köszönjük az ifjakat, köszönjük, hogy segítettél abban, hogy megvallják hitüket. Köszönjük, hogy mindannyian ilyen szép napra ébredhettünk, és köszönjük, hogy ilyen meleg családi szeretet vesz körül bennünket. Kérünk téged, hogy továbbra is vezess bennünket, nyíljon meg szívünk, lelkünk előtted. Vezess a te szereteted, bölcsességed által. Kérünk, őrizzük meg ezt az emléket, és ne csak a mai napon, hanem egész életünkben legyen emlék, amikor döntöttünk melletted. Így kérünk különösen ifjainkért, hogy továbbra is keressenek, kutassanak téged, tapasztalják meg a szeretetedet, áldásaidat, családjukkal együtt. És köszönjük a messziről jötteket is, hogy ők is átéljék a lélekben felfrissülést, a te lelked által, a tanítások által, és tedd élővé mindannyiunk szívében. Jézus nevéért, a te lelked által. Amen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Most biztatjuk nagy szeretettel a közöttünk lévő gyermekeket, Donát és Fülöp vezetésével, az én nagyfiaim vezetésével indulhatnak a saját alkalmukra. Szeretettel biztatunk mindenkit, egy kimondottan játékos együttlét vár rájuk, amelynek a végén akár vissza is térhetnek, hogyha szeretnék meghallani, meglátni a konfirmandus ifjakat. És közben még ők indulnak, mi folytassuk az éneklést, az igehirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 25. Zsoltár 2. versét, Utaid Uram, mutasd meg! Thank you.
Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján most közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, megírva található a már felolvasott ige szakaszban az apostolok cselekedeteiről adott könyv 10. részében, ahonnan most megint a 34. verset teszem hangsúlyossá. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdtem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az elmúlt héten olvastuk Biblia olvasó kalauzunk szerint a felolvasott verseket, a hosszú 10. fejezetet. Az egész történetből most csak egy kis részlet hangzott el. Fontos és meghatározó ez a történet. Mindaz, ami történik Péter apostollal és Kornélius századossal, nem csak az ő életükben fontos, hanem mondhatjuk így, az új szövetség népe számára, az egyház népe számára is. Egy döntő fordulóponthoz érkezünk. Péter megérti, hogy neki küldetése van, az egyház népének dolga van a pogányok között is. Akiket egyébként a mózesi törvény szerint tisztátalannak tartanának, akiknek házába egyébként nem volna szabad bemenni. Most Isten szándéka, új gondolata szerint immáron dolguk van, küldetésük van a pogány népek között is. Sokan vagyunk itt, akik emlékezhetünk arra a hittan évzáró Isten tiszteletre, amelyen hittanosaink Kriszti néni vezetésével bemutatták, eljátszották ezt a történetet. Innen a szószékről ereszkedett le lepedőben sok-sok plüss állat. Péter apostol valami egészen hasonlót láthat látomásban. Egy lepel, amely tele van tisztátalan állatokkal. És miközben látomásban látja, hogy ereszkedik, hallja a hangot, öl és egyél. Végy belőle. Ez a látomás először is, meg másodszor is, harmadszor is megismétlődik, nem érti, hiszen tisztátalan, hogyan tehetnék én ilyet? De nyilván ezért kell ismétlődni a látomásnak. A végén mégiscsak kezdi érteni, felfogni, hogy Istennek valami különleges szándéka van, és mindaz, amitől eddig magát távol kellett tartania, most immáron az Istennek kedves, tisztának mondott, keresd a közösséget a pogányokkal, és hirdesd az örömhírt Jézusról ott, ahol azt várják és hallgatják. Egy gát szakadt át, mondhatjuk így is. Egy hatalmas fordulat történt az egyház történetében, mert Péter és vele együtt a többi apostol is ezt követően kezdik igazán boldogan, felszabadultan hirdetni az igét a pogányok között is, addig a törvény által tisztátalannak tartott környezetben is, mert az evangéliumot, az örömhírt Jézus Krisztusnakról mindenkinek hallania kell. Fordulat az egyház történetében. Előzőleg azonban, hogy Péter ezt a látomást látta, Kornélius tábor, Kornélius századosnak is adatott
egy fontos kijelentés, angyal látogatta meg, és azzal biztatta, hogy eljutott az Úrhoz a te imádságod, és kedves a te alamizsnád, a te adományod, amelyet Isten dicsőségére az ő népének fölajánlottál, ezért hát küldes Joppéba Péterhez, aki egy Simon nemű tívár házában szállt meg, és hívd őt magadhoz, majd meghallod, hogy mit kell mondjon. Mit látunk tehát? Elsőre úgy tűnik, hogy Péter és Cornélius, ez a római szálos a főszereplő, de valójában az igazi főszereplő, mindennek a mozgatója, elindítója az Isten. Ő munkálja ezt a találkozást, és az ő cselekvő beavatkozása révén jön létre a nagy fordulat az egyház életében. És amikor Cornélius házában Péter megszólalhat, kérik, hogy mondja, amit az Úr rábízott, akkor fogalmazza meg ezt a csodálatos kijelentést. Most már tudom, hogy az Úr nem személyválogató. És azt gondolom, kedves testvérek, kedves konfirmáló ifjak, hogy ez üzenet igazán nekünk szóló, és erre a vasárnapra való. Bizony az Isten nem személyválogató. És ezt, ha csak látok, nézzünk, látok, gondolunk, már tudjuk és meggyőződéssel valljuk. Hiszen annyira sokfélék vagytok, különbözőek, és mégis egyformán drágák az Istennek, szeretettek. Ő az, aki elkezdett bennetek munkálkodni, mint annak idején Cornélius századosban is. A vele való közösségben erősödtök a hitben, és mindennek számos jele van a gyülekezet számára. Isten nem személyválogató. Mindenki kedves lehet neki, aki őszinte szívvel közeledik. Mennyire sokfélék is vagyunk. Kedves gyülekezet, hadd taglaljam csak röviden, hogy hányféle helyről érkeztünk. Ami sokféleségünket mindennél jobban mutatja, hogy vannak itt most közöttünk sepsi székről, udvarhely székről, talán szilárdságból érkeztek a legtöbben, de vannak Kárpátaljáról is, sőt, a mai határokon belülről, Nagyalföldről, Dunántúlról. Ki tudná végig mondani, hogy erre a nagy alkalomra hányféle helyről érkeztek, kedves testvéreim? És ugyanígy a szomszéd falvakból is. Rokonság, barátság révén, Szigetmonostorról, Tahitót faluból, Leányfaluból. Ugye milyen sokfélék vagyunk. És így ebben a közösségben látjuk azt, hogy bizony az Isten nem személyválogató. Kedves konfirmandus ifjak, kedves gyülekezet, a felolvasott igéből csak néhány részt szeretnék kiemelni, és ezzel kapcsolatban röviden a gyönetet megfogalmazni. Mikor Péter betér Cornélius házába, ő egy kicsit engedve a pogány hagyománynak leborul előtte. Na hát Péter azonnal gyorsan fölsegíti, és mondja, ne tégy ilyet, hiszen én is ember vagyok. Fontos üzenet ez. Isten népének közösségében. Halljátok meg, kedves konfirmáló ifjak. Én is ember vagyok. Vannak gyengeségeim, gyarlóságaim. Mi mindannyian emberek vagyunk. Talán úgy tűnhet számotokra ez a felnőtt gyülekezet, mint akik előbbre vannak, mint akik tőletek különböznek. De higgyétek el, hogy mi is innen indultunk, mi is hasonló módon kezdtük a felnőtt keresztény életet,
és alapjaiban nem vagyunk tőletek különbözőek. Egyként, emberként ugyanúgy szükségünk van a Krisztus hordozó szeretetére, Isten kegyelmére. Nincs közöttünk különbség. Másodszor hadd emeljem ezt is ki, hogy ez a Cornélius valóban egész háza népét, teljes rokonságát, sőt még a baráti körét is meghívta. Így voltak nagyon figyelmesek arra, amit az Úr Péterre bízott. Hát nem hasonló ez a vasárnap. Nem emlékeztet minden ez a gyülekezet? Milyen jó az tudni, hogy egy-egy édesanya, édesapa szólította a családot, és ti megjöttetek, megérkeztetek. Barátok, a széles nagy rokonság. Van, aki 900 kilométernek tett meg azért, hogy most itt legyen. Hogy hallja a vallás léte, hogy itt legyen, hogy együtt dicsérhessük mindezért az Urat. De milyen kedves is ez a Cornélius, miután szépen elmondja, hogy hogyan szólította az angyal, miképpen engedelmeskedett neki, mikor Péterért küldetett, utoljára ezt is hozzáfűzi. És te jól tetted, hogy eljöttél. Hát, halljuk meg üzenetként ezt is, kedves testvérek. Jól tetted, hogy eljöttél. Sok református táborhelynek, konferenciaháznak ott van a homlokzatán ez az ige üzenetképpen, de nekünk is hangzik, kedves testvérek. A legjobb helyen vagyunk ma is, meg mondhatjuk így, hogy tegnap is. Ennek a közös készülődésnek az elejére is igaz. Milyen jó, hogy eljöttünk, hogy találkoztunk, hogy együtt kezdtük a készülődést. Isten sokszor megerősített bennünket, hogy jó nekünk így együtt lenni. És mondhatnánk akár mindezt a kedves szülőknek is, emlékezve arra a napra, amikor először hozták a templomba a gyermeket, amikor kérték rájuk a keresztséget, jól tetted, hogy eljöttél. Íme itt van a te hitednek, a te bizonyságtételednek a gyümölcse. Isten erősít téged. Kérdezzük csak meg a történet alapján, hogy ki is itt a főszereplő. Ugye érezzük, egyre inkább érezzük, ott van az Isten. Csodálatos módon a háttérben. És amikor ezt megértjük, akkor jussunk el odáig is, hogy tulajdonképpen közöttünk sincs ez másképp. Az igazán lényeges, az igazán fontos az, hogy ő itt van. És sosem az volt az igazán fontos, amit mi egymásnak nyújtani tudtunk. Nem magunk, hanem az, hogy közöttünk ott volt az Isten. Munkát adott az Isten. Szent lelkével megvilágosodott egy-egy bibliai igazságot. Éreztük azt a többet, amit ő adhat meg. Nem én vagy te, hanem ez a fontos, hogy ebben a közösségben ott van az Isten. Ami velünk történt, erre emlékezhetünk hálával, és ezért lehetünk annyira hálásak, ezért a napért is, mert itt van, közöttünk van. Kedves testvérek, hadd mondjam azt el, az elmúlt héten sok ilyen élményem volt, valakit hívtam a szülők közül, és az első mondat válaszképpen az volt, hogy éppen én is most akartam a tiszteletes Urat felhívni. Vagy ő hívott engem, és nekem kellett hasonlóképpen nyilatkoznom. Ugye szoktunk így lenni, egyszerre gondolunk egymásra. Hát kicsiben ugyanez ez is, mint ami megfogalmazódik a bibliai történetben. Isten munkálkodik a mi gondolatainkban, a mi szívünkben. És érezhetjük azt, hogy itt kell, hogy legyen valami fontos, ha egyszerre jutottunk egymás eszébe. Az is lényeges azonban, hogy amikor Péter a látomást látja, vagy amikor Cornéliushoz az angyal érkezik, imádkozik. Ebben az imádságos csendben lesz egyszerre más minőségű minden. Ez ennek a kapcsolatnak, két ember kapcsolatának a lényege, hogy Isten felé nyitottak, és ez egy olyan távlatot hoz
egy közösségben, két ember kapcsolatában, amit semmi más nem nyújthat és nem pótolhat. Legyünk hát ilyen imádkozó közösség, imával megalapozott életű gyülekezetté, hogy ez a több, ez a más, ez megjelenjen, közöttünk felismerhetővé legyen. És ahogy Péter fogalmaz, abból látjuk azt, hogy ez nem egy jól fölkészült prédikáció, nem? Készült erre hetekkel korábban, na majd mit mondok itt a pogány környezetben? Ezt úgy kapta. Most már értem, szinte a fejéhez kap, hogy az Úr nem személyválogató. Valóban, sokfélék vagyunk. Kedves testvérek, csak nagyon röviden, mert az idő szűkös, de hadd mondjam, hogy mennyire sokfélék ezek a kedves ifjak. Van közöttük egy, aki gépbe írta az összes kérdést és az összes választ, használva a Windows szövegszerkesztő program. Ugye milyen nagy dolog? Más az interneten utána nézett annak, amit nem értett. Van, aki nem tud ennyit ülni egy helyben. Tegnap a vizsga szünetében is talált egy lapos gumilabdát, és azzal dekázott zsongor között mindenkinek a gyönyörűségére. Aztán van, aki képes egy egész estés darabban a főszerepet eljátszani. Más viszont inkább nem szólal meg. Van, akire az édesanyja nyugodtan rábízhatja a kis testvérét, akár estéken át. Van, akit pedig az édesapa kérhet segíteni az ácsmunkában, a kerti munkában. Van, aki úgy énekel, hogy a holland testvérgyülekezet tátott szájjal hallgatja. Aztán van, aki inkább nem énekel. De ha elkezdesz vele beszélgetni, megismered, mennyi érték lakozik benne. Van, aki örök humor és vidámság, van, aki már vezető személyesség a leányfalui cserkész csapatban, van, aki kiskorától szinte minden alkalmon itt van, és olyan is van, akiről idén derült ki, hogy készül a konfirmációra, és szeretne megkeresztelkedni. Sokfélék vagyunk. De milyen csodás, hogy ebben a sokféleségben megtaláltuk az egységet. A lélek által munkált egységet abban az Úrban, aki válik, ami Urunká, megváltóvá tunká. Kedves gyülekezet, még egy történetet hadd osszak meg veletek. Lelkész barátom mesélte, hogy van egy 16 éves lány, kicsivel idősebb, mint ti. Nagyon bátor, mert ő szeretett volna hollandul jól megtanulni. Kiment hát ez év februárjában, Hollandiában, egy ismerős családnál szállt meg, és beiratkozott egy nyelviskolába. Aztán az első este felhívta apát, te apa, nem lehetne inkább mégis hazamenni. De hát miért, kislány? Mert ebben az osztályban mindenki fiú. Hát az nem baj, hát majd udvarolnak neked, körülvesznek, kedveskednek. Na igen, de mindegyik muszlim. Na, vár még egy napot, lányom, aztán meglátjuk, hogy lesz. Következő nap este megint hívja a lánya az apját. Na, apa, változott a helyzet. Na, mondja. Van már három lány is osztályban. Na, látod, hát velük majd könnyebben szót értesz. Igen, de mindegyik kendőt visel. Aztán megint eltelt egy nap, megint jött a hívás. Apa, jött még egy lány is. Ő már egy európai országból való. És a lelkipásztor lánya azóta is ott van, kitart, reméljük, el tudja végezni ezt a tanfolyamot. Ugye? Neki mennyivel nehezebb nem személyválogató módon viselkedni, elfogadónak lenni, mert látjuk, hogy milyen nagy a különbség. És tegyük hozzá, hogy mennyivel másabb nálunk a helyzet. Hiszen a sokfélék is vagytok. Egyre inkább láthatjátok a közöst. Ugyanarra a hitre hívattatok el. A ti őseitek, eleitek ugyanabban a hitben jártak, és ebben erősödhetetek meg egymás által is. A Szentlélek munkája által is. Egy drága anyanyelven dicsérhetitek az Urat. Egy hitben élhettek. Egy nemzedékhez tartoztok, és ti vagytok, akik egymást igazán legjobban megérthetitek. Ha majd telnek az évtizedek, még inkább tudni fogjátok mindezt.
mert megvan az egység. Csodálatos módon. Vegyük észre, hogy mindenki, aki megjelent a templomban, aki eljött az Isten dicsérni, hogy egyek vagyunk. Milyen csodálatos módon. Erősítsük hát egymást, tartsunk össze. Magyar református keresztényként magasztaljuk a Úrunkat, mert ő ad jövőt, teremt holnapot. Csak figyeljünk rá. A történet végén azt látja Péter Cornelius házában, ebben a pogány környezetben, hogy itt munkálkodik a Szentlélek. Látszik az emberek, hogy a lélek munkálkodik bennük, és akkor fölteszi a kérdést, hogy nem kéne-e őket megkeresztelni? Hát dehogy nem. Nálatok mindez kicsit fordítva volt, hiszen először picin gyermekkorban legtöbbeteket, vagy nagyobbacska gyermekkorban, vagy még nagyobb gyermekkorban hoztak el szüleitek. És milyen jó az, hogy a keresztség után most már egyre inkább látjuk azt, hogy a Szentlélek megerősít benneteket a hitben. Milyen jó, hogy a konfirmációra készülhet. Énekeljük a 371. dicséret első versét, Jövel Szentlélek Úristen!